jó, akkor rendelkezik a Hallottam, tárgyalás. hogy Jó. nincs ügyvéd. És akkor képes lenne magát képviselni a kiavatás során? Igen. Lenne erre És hajlandó ember? ragaszkodok, bármi is az ítélet, ragaszkodok egy felezéshez, amiért megfenyegetett, és az Nem életemre lesz tört. felezés, nagyon sajnálom. Hát akkor addig helyezzen előzetesbe inkább, és jöjjön egy ügyvéd, mert azt szeretném, hogy maga ezért megtorlást kapjon. Ezért nem kap egy itt körülményt, de haragudjon meg. Akárhogy, akárhány ügyvéd Tehát a jöhet saját ide be. maga hibájából Ez elkövet nem egy... egy hiba. Hogy ne lenne hiba? Ez nem volt Azzal hiba. viccelődik, hogy késztörít a nyakamhoz. Ez Hát nem volt hogy lett maga viccelődés. kiképezni, ne haragudjon már. Nagyon Ne amatőr. haragudjon meg, de ez csak egy izé volt, egy kis... De ilyenekkel nem viccel, főleg az FBI. Annyira el vannak magukkal, hogy maguk a top egy, de mégis ilyenekkel szórakoznak, hogy készültenek az ember torkához. Mik maguk? És megtettem ezt, ne Ne haragudjon meg. haragudjon, ne vicceljen ilyenekkel, maga a terrorszervezethez tartozik, vagy mi? ISIS? Komolyan vesz a gebet, ne haragudjon Al-Qaida, meg. vagy kikhez tartozik maga? Ki ne derüljön, hogy a tájszólása az onnan származik, éppen gyakorolja, hogy kell beszélni angolul. Angolosan, vagy amerikaiusan. De akkor megkezdhetjük a tárgyalást, komolyan vesz a gebet, vagy... Nem tudom komolyan venni azután, hogy az életemre tört, ne haragudjon. Nem törtem az életére. Az életére akkor törtem volna, És csak tényleg is nem vagyok volna hajlandó ezt. tárgyalni is egy gyilkossal. Hát Szóval nem vagyok nyugodtan gyilkos, kérem, adja bizonyságot. meg a csekket, vagy rakjon be börtönbe, nem tudom, és utána találkozunk majd az ügyészségen. Hát kérem, bizonyítsa rá, hogy gyilkos vagyok. Tegye meg, most. Be van kamerázva a szoba, illetve a magának is van gondolom akciókamera a testén, amivel vesz az egészet, és gondolom nem fogja kitörölni, vagy ki fogja törölni? És tudja, mit jelent legalább az, hogy gyilkos? Vagy csak így használja ezeket a szavakat? Persze, tiszta vagyok vele. Hát a gyilkos az azt jelenti. Tiszta vagyok az összes mocskosságával az FBI-nak. Ugye az a helyzet, hogy a dolgok így kiszivárognak, mert nem elég ügyesen vágják el a szálakat, tudja. Tetszik tudni, nem mindegyik ügynök ugyanazzal foglalkozik. Hát én ezt értem. Csak mondjuk az LSPD-ről nem terjeng az, hogy hidegvérű gyilkosok, akik azzal viccelődnek, hogy készorítanak mások a torkához. Hát, de arra de az FBI-nak meg ez módja, hogy nem tudom, minek érzem magukat ilyen kivégző osztagnak, hogy ilyeneket csinálnak, meg ilyenekkel viccelnek. Nem tudom, maguk úgy érzik, hogy a maguk kezében van az egész város, és azt csinálnak, amit akarnak. Hogy ugyanúgy önök is az önkormányzat irányítása alá tartoznak, illetve van maguk fölött is. Nem önök vannak a legfelül. Hanem én. Ez a tiszta vagyok, uram, de amit mondtam már, ezt nem tettem meg önnel, nem is terveztem. Kezdjen el professzionálisan állni a munkájához, mert egyelőre nem vagyok lenyűgözve, akkor így mondom. De rendben van. Akkor megkezdhetjük a kiallgatást. Már szerintem már megy egy 10 perce. Hát nem kezdődik. Én hallgatom ki önt éppen. Nagyon rendben, akkor kérem mutatkozzanak be önök is, hogyha van esetleg önöki személyigazolvány, akkor kérem most szóljanak, hogy vegyem ki a zsebükből. Nálam van egy jogosítvány és egy fegyverengedély. Akkor idejük az úrhoz, benyúlok a zsebébe. Ez robotosan. Nem fogom megenni. Csepegőrje. Leellenőrizem, hogy az rádióban még van egy akkumulátor, nincs, mi a telefonja, az ki van kapcsolva, ebbe van. Akkor idők a másik úr, az belenyúlok a zsebeibe, találok nála egy jogosítványt, az meg is felel. Rádiójában az akkumulátort, azt kiveszem, mert amit hallottuk, nem volt kiéve, telefonját kikapcsolom, rendben van. Ki volt véve, csak kérdeztem, ki lecsatlakozhatok a rádióról. Amint kivették már azt le kéne csatlakozni, hogy történt ez. Nem tudom. Na jó, mindegy. El voltam foglalva azzal, hogy a kollégája gyorsabban vett el a fegyvereket tőle, meg a lőszert, mint bármelyik rossz fű a városba. Ha vannak ilyen izé, ilyesek. Akkor ettől az úrtól meg kéne mondjon, hogy nevet is egy születési átlót. Kis Milan 96-07. 07? 06. Nem épp. De 1996-01-03. De jó. Ez így áll rajta. Én 06-ot hallottam az előbb, mindegy. Én is 06-ot, de engedjük el, mindegy. Mindegy.
Ez akkor ezt az urat is meg kéne mutatkozzó vele kell. Daniel Sierto 05-13-95. Rendben van. Úgy érzem, hogy új lenyomatot nem szükséges most venni, de azért biztonság esetén... Nem is tudna, a gyerekkoromban leégettem a tenyeremet. Leégette, akkor retinával foglalkozunk. Szóval az le van szakadva most... retinám. Hát az érdekes. Szia, én robot vagyok. Tessé? Én robot vagyok, nekem nem fog semmi. Aha, na akkor Zúró leveszem szépen a szemüveget. És kerülni fog? Nem fog? Nem jön össze? Ne dumáljon már feleslegesen, kérem szépen. Igyekszem. Kérem a képernyő közepére. Így van. Tönkre is bent a szemem egy életre. Majd elnézem, hogyha esetleg pisztoly kerül a kezembe, majd azt hiszem nem pisztoly, ez közben pisztoly. Rendben van, akkor megkiveszünk szépen egy személyigazolványt. Hát de most adtam magának, hogy hívják ott. Nem baj, uram, nem baj. Jó, adjon rá pénzt. Jó. Egy kedves számot kérem mondjam. 191. Meg szükségem lenne 3000 dollárra. Kivenném már a társadalom biztosítást. Azt majd megteheti, hogyha innen kijön. Hát sajnos, ha jól tudom, maguk kell intézzék. Hát a társadalom biztosítás nem épp. Hát azt nem, de azt, hogy mondjuk ki tudja mit venni, és azt is fel tudja mutatni, ahhoz igen. Hát nem szükséges nekem a társadalom biztosítás. Hát múltkor pedig elkérték. Hát... Hogyha nincs önné, esetleg ízlésze igazolva vagy jogosítva, akkor... Hát, de hadd vegyük már ki, ha már itt vagyunk. Hát nagyon sajnálom, de most nem én vagyok az izé az OTP bank, hogy... Mi az OTP bank? Nem, inkább azt mondja, hogy Fleka bank. Fleka bank, bocsássok meg. Ez egy ilyen külföldi bank, tudja? Mi? Szülő amúgy hazámból. Kösz, hogy kirúgattál. Tármazik. Én? Sikerült akkor kivenni ezt a... Elveszem szépen a tálcáról. Kinyomtatott személyigazolványt. Miről van szó amúgy? Kedvenc száma? 179. Tessék. Miről van szó? Rendben van. Akkor megkérem, hogy álljon egy picit távolabb. A szemüvegét visszaadom, hogy nehogy kiégjen a retinája. Hát már kurvára mindegy. Kurvára mindegy. Hát már lesz egy ilyen fehér folt folyamata. A... Kidobva a földre. Az igen. Istenem. Na ezt akkor megkér a másik urat, hogy vegye le a kezéről. A társadalom biztos, de... Mi az, hogy lejárt? Önnek is leégett az új lenyomata? Lejárt a társadalom biztosításom, de viszont meg le is vonta a pénzt. Az igen. Na várj, nekem a falsőben önpont 3000 hiányzik. Na, de figyelj! Milyen sűrűn kell azt frissíteni? Hát jól tudom, hetente. Hetente? Kurva. A két hetente, azt sem tudja. Jó, akkor egy kicsi pénzt tudnám áradni. Igen, igen. Hát még ki is fizettem az árát. Hát akkor kérem, helyez a tárcára az ujját. Lévök a géphez, átküld az információkat. Személy? Jó. Akkor most kikérünk egy személy. Van Ted? Tessék. Ezt az urat láttam. Jár valami nyomra vezető idő? Egy pillanatot kérek. Jó, akkor frissen kinyomtatott személyigazolványt innen elveszem. Jó. Miről van szó, ura? Hát ez a körözési lista, és ezt az embert már láttam. B-vel kezdődik a neve, és Rasival végződik. Én szereti a kutyákat, úgy tudom. De jó, akkor... Főleg az a kutyák, akik levágják az utat. Jó, kérem, jöjjenek akkor egy szarjuk. És akkor meséljenek, hogy miért követték el ezt a rablást. Tessék? Meséljenek, hogy miért követték el ezt a rablást. Először is kezdeném én. Jó. Addig rágyújtatok. Tehát nálam...
nem találtak semmi arra bizonyítékot, hogy én ott voltam, vagy én raboltam. Lehet, igen, hát ugyanolyan ruhában vagyok, hát ilyen ruhát lehet kapni az legkisebb turkálósba is. Tehát nálam nem volt semmilyen pénz, se semmi, ami ehhez a rabláshoz kell. Így megtagadom, hogy én kiraboltam volna a nemzetit, vagy sem. Szóval... ez az én vallomásom. Nem voltam ott. Belekeveredtem az üldözésbe. Igen. Egy bárki számára megvásárolható kocsiba. Elkezdtek üldözni. Így van. És pisztoly volt önnél. És mi van a pisztolyjal? Legális. Van önnél fegyver. Maguk úgy állnak hozzá a fegyverhez, mintha ez egy ilyen világi rossz dolog lenne itt Amerikában. Az 18 fölött bárki megvásárolhatja. Fegyveregedély nélkül, persze világi rossz dolog. Hát itt van a fegyver, most átadtam magának. Nálam így fegyveregedély. Na, nekem ne szórakozzon velem, légy szíves. Én esküszöm, hogy is nálam. Nézze meg, Dániel Szijjártó, fegyverengedély. Így itt ér, csak jogosítva. Tegye fel a kezét. Jogosítva. De komolyodó. Hege? Mi a fasz? Most muszáj volt. Nem tudtam mozogni. És akkor hova lett? Ja, nem adtam át, bazd meg. Tessék. Nagyon köszönöm. És tudom azt is, hogy úgy van, hogy egy kis pisztoly simán teljesen szüzen, 25 lőszerrel. Most őszintén nem tudom megmondani önnek, hogy hány lőszer volt önnél. Nálam 21 darab volt, plusz azt hiszem... nem tudom, hogy ez ki van pontosan emelve, vagy ami a tárban van, az is számít? Vagy ami táron kívül van, az számít? Mondjuk ezt nem tudom, mert ezt nem láttam soha leírva, amikor csináltam az engedélyt. Az, hogy... ez is leírva sehova, ez a nagy. Na hát akkor probléma. Biztos volt a tárban, nem tudom. Azt tudom, hogy valaki... 21 darab volt a zsebembe. Nem tudom, én a két kollégától külön-külön 53-as 53-ot kaptam. Hát akkor lehet, hogy nem a miénket adták át, az övéket. Ki tudja, lehet összetették, összekeverték a két lőszeres. Hát tudja, nekünk azért nem olyan olcsó a lőszer. Maguknak lehet, hogy olcsó, de nekünk nem annyira. Hát szarják a lőszert. Egyszer mesélték a haverok, hogy izé volt egy rendőr, aki azzal dicsekedett, hogy 300 lőszerrel jár az izé akciókra. Hát mondom, ügyes vagy. Ez ő baja. Jó, hát akkor az úr azt állítsa, hogy nem vett részt ezen a rabláson. Én nem. Összelettem keverülök. Nem egy autóból ültek véletlenül. Ki a, aki el mellettem áll? De hát mentünk izé, menni akartunk kosarazni az izé Veszpucsi Beach-re. Most... az a szar ügy, hogy... itt volt a táskámban a kosárlabda, csak ki volt pukkadva. De jó, hát akkor... nem is kell... de miről beszélsz? Nem ugye is kell... ugye már az uraiknak a zsebébe tuszkoltam azokat a maszkokat. Ezt kérem, vegyék fel ismét. Vagy hogy felhúzom önöket a fejükre. Igen. Igen, igen. Kalapot, mindent? Mindent, igen. Mindent felhúzok a fejükre. Értem, mi a probléma ezzel? Hát az a probléma, hogy ugye már nekem a testkamerás felvételem arról, amikor kijöttek ezek az elkövetők a bankból. Pont ugyanígy néztek ki vidődök. Kettő. Hát bárki vehet ilyen maszkot, bárki vehet ilyen kalapot, nem tudom. Hát én nem tudom, de nekem itt nagyon gyanús a helyzet. Így nem fog, hát de figyelj, akkor megnyugodtam, mert hogyha van testkamerás felvétel, hogy hogy néztek ki az elkötő, hogy kijöttek, akkor arról is valami megfenyített engem is, és ez az életemre tört. Szóval meg vagyok most már nyugodva. Istenem. Szóval megfenyítést ne legedjük, nem gondolja. Hát figyelj! Én meg tudok hajolni, hogyha maga is meg tud hajolni. Hát, de arra úgy jobb meg, de ő elkövetett egy bűncselekményt, ami még súlyos volt. Állami hát ez nem egyértelmű. Ne haragudjon. Maga látott ott egy embert, aki ugyanúgy nézett ki, mint én. Mert a ruházat alapján gondolom, erre gondol. Tessék meghallani, ezt... de látsz, hogy beszállt az autóba. Én ezt értem. És ezzel mit kezdjek? Hát az, hogy hát elmondom, hogy 5 dollár a maszk a turkálósba, 15 dollár volt a kalap, a felsőt, egy öreg asszonytól vettem a parton, ott volt a piaca. Most nem tudom, ezt bárki oda megy, meg tudja venni, újonnan is használtan, és ahogy akarja. És a ruházat az, vigyáznom kell, hogy ne öltözzek úgy, mint egy bűnöző, mert nehogy bűnözőnek nézzenek, vagy ez hogy van?
Hát engem összintén most nem nagyon érdekel, de ugyanúgy. Hát engem azért érdekel, hogy rám akarja fogni, hogy én ott voltam, csak azért, mert úgy nézek ki, mint ők. Uram, hogy nekem akkor maga azt mondja, hogy nekem napra készen kell lenni minden egyes nap, hogyha egy új bűnöző jelenik meg a városba, figyeljek rá, hogy ne úgy nézek ki, mint ő. Mert ha nem figyelek, akkor könnyen összekevernek vele a rendvédelmisek, és itt kötök ki. Maga ezt mondja, ugye? Na jó, most akkor magyarázza erre kell, hogy hogyan kére őre másképp rábizonyítsam azt, hogy elkövette ezt. Hát úgy, hogyha nem egyértelmű benne, tehát nem 100%-osan. És hogy tudom 100%-osan valaki rábizonyítani? Hát esetleg úgy, hogy mondjuk az elkövetőktől állt mondjuk 2 méter, és látta őket szemtől szembe. Hát láttam őket szemtől szembe. Önöket? Hát ne haragudjanak meg, de amikor kijöttek a bankból, ugyebár én láttam őket, nem voltam messze az autóktól egy pár méterre maximum. Mennyi ez a pár méter? Hát 2-3 méter, nem több. Hát ennek kamuszaga van, de mindegy. Hát hogy lenne? Tetőről kamuszaga? Figyelt. Tetőről az 2-3 méter? Azt a piculája. Na jó, hát akkor, amit mondtam már, nem véletlenül követtek. Azt aláírom, hogy megijedtem és menekültem a rendvédelmisektől, nyilván befostam, mint a gyász. Volt nálam fegyver, és hirtelen nem jutott eszembe, hogy van nálam fegyverengedély, ezért féltem, hogy megbüntetnek miatta, ez van, végül elkaptak, nem pampogtam meg semmi, egyből megadtam magam, szóval szerintem azért ez beleszámít, ha engem kérdez. Egyből megadta magát? Persze. Hát az első normális pit, majd dobozoláskor fogtam magam is kiszálltam, de itt a bizonyíték, ő is úgy csinált, mint én. Nem volt választásom, mert az anyósan ült. Jól láttam, ott be voltak túl egy kicsit így homokos egy talajra. Mi? Nem így volt. Nem így mi? Volt, hogy... Mikor? Betoltak minket egy izé, egy társasháznak az ajtójára. Egy társasháznak, jaj jó volt. Kaputelefont le is törtük. Ilyen beton izé karimája volt, azt oda szépen betoltak, beálltak két kocsival mögénk, az kész is volt vége. Hello. Cseret. Mondjad? Na jó volt. Akkor gondolom nem véletlen követték önöket a revédelmi szervek folyamatosan. Hát figyelj, ugyanolyan hasonlóan sötét színű BMW-vel voltunk, ez tény. Hát ez a BMW-t ezt bárki megveheti, szóval érti. Akkor esetleg egy rendszámtáblát tudnának mondani nekem? Hát most én hirtelen nem jut eszembe a rendszám. Az KVT vagy KVV? Hát én kurvára nem tudom már. XLX-424. Értem. XLX-424. Aha. Jó van. Pillanatot kérek. Hogy befügyögte a tabletet? Tessék? Semmi. Pedig tap is. Mert tudod, ennek van egy kinyitható billentyűzete. Most ez igaz. Egy blue switches. Sőtel rendszer, ott nem tudok mondani, de az autó megegyezik az önökével, biztos. Na. És ugyanúgy néz ki. Sajnos képet nem tudtam készíteni hátulról, az autóról, mert csak ott van számtábla. Rajta. Uh-huh. Az elő is volt, csak ellopták a cigányok. De most mi történt? Kitrugattam ki amúgy? Uh-huh. Mesélj, nem minden. Nem fogják egy éve gusztni, ahogy láttam önöket, pont ő néztek ki, akkor kijöttek a bankból is. Én nem megúszni akarom. Hát én bűnös vagyok olyan szempontból, hogy menekültem a rendvédelem elől. Hát és nem menteni próbálom az írhámat, de én nemzetét nem raboltam, és kész. Ezt nem tagadhatja. Elég egyértelmű szerintem, hogy rabolt. Milyen letagadhatnám? Jogomban áll tagadni, hogyha valamit nem követtem el, nem? Egyértelmű, amit elkövettem, látja nagyon szépen, amit elkövettem, azt bevallottam. De amit ehhez semmi közöm nincsen, azt nem fogom ráborítani. Igen, igen, így van. Ahogy mondtam, már van testkavarás felvétel. Mi kell edzni? Értem. Nagyon jó. Menjen haza, játssza le 70 000-szer. Maga dolga.
hogy hogyan tudnám másképp rábizonyítani örökre, hogy részt vettek ezen hát, de ne haragudjon már, figyelj, mert megfordulok így. Rá van írva a homlokomra, hogy FBI tanácsadó, vagy nem tudom. Nem akarok bunkóskodni. Jó, de ezt így kérdem, így általánosan, így ön szerint. Hát, például, ha én most az ön helyébe lennék, hát mert a testkamera, ugye amikor az én helyemben lenne, elengedni, mind a kettőket csekték. Nem. Szó se lehet róla. Ha én az ön helyében lennék, és ha mondjuk tudja, hogy a kollégái üldöznek valakit, akkor oda megy, és egyértelműen végig rajtuk van, az elkapás pillanatáig, és végignézi az egészet, ahogy viselkednek, ahogy beszélnek, a testbeszédjük, és az alapján már simán el tudja dönteni, hogy azok ott voltak-e, vagy nem. De maga nekem annyit mondja, hogy testkamerán látott valakiket, akik úgy néztek ki, mint mi, és kirabolták a nemzetét. Ami ez nekem és a mellettem álló úriembernek semmi köze. De az tény, mi tény, amikor megjelent mögöttünk, hogy 6 rendvédelm is, Isten tudja miért, szerintem minden normális embernek összeszorul a segjuka, hogy mit keres mögöttünk ennyi rendőr, és mit csináltunk, hogy ennyi rendőrben van mögöttünk. Nyilvánvalóan összekevertek minket valaki mással. Ebben az esetben megállok szépen az autóval is, magyarázzak a rendvédelmi szerveket, de semmi közük nem volt a rablás. Ne haragudjon, az embernek az idegrendszere hozzá van szokva ahhoz, hogyha valaki követ, akkor menekülni kell, mert ha megállsz, akkor meghalsz. Melyik épesző ember menekül a rendvédelmi szervektől? Most így őszintén. Hát az, aki megijed, az, aki adrenalin, akinek felcsúszik az adrenalin, és nem tud normálisan gondolkodni, elveszti a logikai eszét. Hát, én elhiszem, hogy maga ki van képezve ilyen helyzetekben, jó, mondjuk maga nem kell elképzelni magát ilyen helyzetben, mert FBI is, FBI-os, de amúgy meg egy átlag ember simán meg tud annyira ijedni, hogy azt se tudja, hogy merre van arccal érti. Erre számtalan road rage-es videó van a YouTube-on szerintem. Hát a road rage az más jelent, arra úgy jobb. Hát a road rage az, amikor azért se áll meg a rendőrnek, mert vagy meg van ijedve, vagy azért, mert utálja őket, érti? Hát azért, mert utálja őket legtöbbször, hogy meg ijedves az nem áll, meg nem történik. Maga ott van ezeknél és ellenőrzi őket? A fejébe lejátszik az én nem egyszer hallottam olyanról, hogy valaki akkor tudatosult benne, hogy mit csinált, amikor már ellátták őt az orvosok. Mert annyira sok hatás alatt volt. Hívjak önnek orvost esetleg, hogy tessék? Nyugtassa meg, hogy hívjak önnek orvost, hogy nyugtassa le, vagy valami, hogy segítsen önök. De most, de már rég vége, tehát most itt beszélgetünk már egy fél órája, és ki hallgat éppen. Tehát most erre nincs szükség, akkor, abban a pillanatban lehet, hogy jó lett volna, hogyha van egy orvos. De nem volt, akkor meg most már teljesen mindegy. Igen, menekültünk a rendvédelem elő, én vezettem, én voltam az a parás, aki azt hitt, hogy megint rosszat csinált, pedig nem. Ez van. Hát most mit csinálják? Nem tudom visszatekerni, azt egyből félreállni, hogy mi van, fiúk. Tövőre pillanatot kérek. Ákos, itt vagy a frekvenciál? Ákos, ide ne hívjam, mert öngyilkos leszek. Kérlek, gyere le ide a kihallgatóba. Akkor lehet, hogy őket ledobni a tetőről. Még ezt hallottam, hogy szokták az embereket ledobni a tetőről. Hát látom is a hullák az odánt. Nem szokások ledobni embereket. Hát pedig én így hallottam, na mindegy. Hát ki te hallotta így? Én? Hát az a baj, az emberek beszélnek, tudja meg. Meg a sikítozó emberek, akik esnek le és a betonon szétplacsannak, az is egy feltűnő egy ilyen lakott területen, tudja? Erről ide érkeztem, még nem láttam sikítozó, leplacsant embert. Hát akkor még maga nagyon új. Hát még ez is igaz, amúgy nagyon új vagyok. Nagyon unapon. Az urak azt állítsák, hogy nem vettek részt egy állami bankrabláson, úgyhogy van egy testkamerás felvétel arról, hogy kifáradnak a bankból, és beszállnak az autóba. De jó, akkor az urakat megkérném, hogy elsősorban mióta vannak itt? Majd hol? A városban vagy a kihallgatáson? Hát itt a kihallgatáson. Szerintem már van egy fél órája. Az igen, azt a maszkot még azóta nem sikerült levenni. Már azóta vissza lett véve. Ő kérte, vegyük vissza. Hát akkor vegyem. Már biztos fél a Covid-tól. Én kérte meg őket, hogy egyik le, hogy tudja megállapítani, hogyha ugyanúgy nézzek ki az urak, mint a felvételet. Az úrról leveszem akkor a sapkát. A szemüveghez gondolom még mindig ragaszkodik nagyon. Hát már nem tök minden, már szétbaszta a szememet. Jó, uram, bizonyíték van maga ellen. Elég. Na hát akkor
Akkor már maga egy elég magas rangban lévő ember, ugye? A kollégája azzal viccelődik, hogy kést tart a nyakamhoz, és elvágja a torkomat. Nem viccelődik. És erről még testkamerás felvétel is van állítólag. Amivel nem voltam, honnan tudjam, hogy ez megtörtént, ez a beszélgetés. Hát testkamerás felvétele van róla. Magának? Neki. Mert ugye elárulta magát azzal, hogy ugye ő testkamerán felvette az egészet, ahogy minket látott ugye beszállni a Nemzetiből kijövet egy kocsiba állítólag, akkor ezek szerint felvette azt is. Vagy ez most is felvéve. Okos az volt? Pont az a rész nincs felvéve, jó van. De esküszöm, mert meg tudom önnek mutatni a testkamerás. Hát jó, hát akkor a diktafon itt a táskámba. Persze, a diktafon a táskámba vetünk végig. Így lesz, így lesz. Nem, úgy legyen újra. Nem akartam a kezdővel kibaszni, de muszáj lesz. Már maguk dolga. Amire én meséljenek, mit történt magukkal. Na hát, én szerintem elmondtam mindent, amit mondani akartam, nem szeretnék belemenni még egyszer. Ja, akkor röviden beszámolt, hogy mit történt. Amit mondtam, elkövettek egy állami bankrablásra, de nem szerették beismerni az urak. De egy valamit beismertünk. Azt se felejts el. Menekültek a rendőrök elől, azt beismerték. Elvileg sok hatás alatt voltak, az ösztörök azt mondták... Hát annyi, mentünk az úton, és hirtelen megjelent mögöttünk 6 rendőr és egy heli. Na hát most, igen. Egy 2,2 literes benzines BMW-vel mentünk, és jön utánuk a Ford GT, a Senna, meg a faszom tudja micsoda. Az urak, mondtak. Van személyigazolvány? Van, itt van nálam. Hát, elég hajnemet mondasz. Hát az egyik, ez a vörös hajú úriembernek az a neve, hogy Szijjártó Dániel. Ajjajjaj. A másik úrnak pedig az, hogy Kis Milán. Maga hallott arról a pletykáról, hogy maguk szoktak ledobni embereket a tőről? Nekem mondja. Igen. Hogy ezekkel szórakoznak, hogy ezért így olyan, meg úgy elhúzzák az emberek nyakát késsel. Olyan uram, mint a Kalóz legenda, hogy abba hisz, vagy aki elhiszi, az elhiszi, aki nem. Hát maga elhiszi, akkor rosszat, hogy nem én. Láttam az interneten, a Dark Webben egy testkamerás felvételt, ahol szétpacsan az ember a földön, és meg hát igyekeznek összetakarra. Hát az nem látszik, az látszik, hogy éppen szétpacsan az FBI melletti tetőn, hogy leesik a földre. Hát, jó, mert... Ez jó tudni. Hát de figyelj, mert maga egy magas rangban lévő ember. És ha tudja, hogy ilyenek történnek, akkor miért engedi meg, érti? Én Kubában voltam. Legálisan ölnek embereket maguk szerint. Megtehetik. De most, ez most hogy jön ide, uram? Hát mert maguk egy terrorszervezet itt Amerikában. Ja, az jó. Csak az van ráírva a mellényükre, hogy FBI. És ezért megtehetik. Azt ezért meg... Vietnámba meg össze-vissza az ugyanilyen dolgokért meg elmennek háborúzni, amiért ilyeneket csinálnak az emberek, de amikor maguk csinálják, az semmi probléma. De más országban történik, ami esetleg kihatással van Amerikára, az egyből probléma. Ugye a magyar nép megtehet, vagy na, mi ez már, az amerikai nép megtehet bármit. Hát uram, most jön ide a politika. Ez nem politika, szimplán az, hogy ha a maguk cselekedetei nem tartoznak ugyanolyan eljárás alá, mint az, aki mondjuk nem FBI-os. Ha mondjuk én ledobok valakit a tetőről, valószínűleg életfogytiglant kapok, ugyebár? De az FBI teszi ezt, akkor gondolom muszáj volt. Bekalkulált veszteség, vagy hogy szokták ezt tengerészeti zsargonnal mondani. Lecsúszott véletlenül. Hát lehet, az is megesik, uram. Hát. Igen, és mit keresett a tetőn egyáltalán? Hát ez így tőlem kérdez, uram. Hát. Tudom, magától kiment és leugrott az ember, mert annyira rosszul hallgattak ki, hogy inkább öngyilkos lett? Hát most hiába megyünk bele a részletük, uram. Azt hát nem hallok, én jelenleg kurvára nem érzem magam biztonságban maguk mellett. Ja. Na jó, uram. Szerintem maguk mentálisan instabil emberek. Köszönjük szépen. Elfogadom a véleményét egyébként. Csak az a baj, hogy most jelenleg ez... Minden tartozunk a téma. Hát elég ide tartozik, azért nem mindegy, hogy kiad nekem
büntetés, egy gyilkos hát vagy egy egyszerű rendőr. Hát most figyelj már, most elkövette egy izé bűncselekmény. Sőt, ragaszkodok ahhoz, hogy hívjanak ide egy rendőr. Nézem, magának van egy jóosnak aktája, most maga visszaeső bűnöző is egyébként. Nagyon most jó. Most mit vár? Elnyomja ezt a sztorit, azt elengedjem az ott az ajtón. Ne, ez nem. Ez, ezzel az ügyészségnek kéne foglalkozni maguk gyilkosok. Viszont én a gyilkosoktól nem hát, fogok elfogadni. Hát tegyen feljelentést. Hát, hát de nincs kinek. Hozzá. Senki ilyen, nem hallgat meg. A maguk kezével nem tudom kicsoda mindenkinek a családját elrabolták, vagy mi? Akárhányszor mentem megkeresni valakit ezzel kapcsolatban, mindenki annyit mond, hogy izé városi legenda, meg ilyen izé mese csak. De a videók az interneten fel vannak arról, hogy a testek ott vannak szétszakadva a betonon. Az FBI mellett. Ugye nem lusták vagyunk elmenni egy másik tetőre, hogy legyen egyetem. Persze. Elég a serényen takarították a maradványokat, az biztos, az is látszott. Nagy melegbe izzadt mindenki. Na jó, öröm. Össze kellett tekerni a beleket, mint egy hosszabbítót. Az igen. Hát kérdezem már meg az urak itt, vagy esetleg maga kábítószer hatása van. Nem, egyáltalán, teljes mértékben józan vagyok. Néha keresnek rá magukra az interneten, azt akkor találnak jó dolgokat. Értem. Jó, hát figyelj, tudok, tudok ajánlani egy böngészőt, amivel fel tudnak csatlakozni a Deep Webre. Uh-huh. És itt beírják az FBI kulcsszót, érdekes dolgokat fognak saját magukról találni. Még lehet, hogy saját magáról is fog találni valamit. Az tök jó, uram. Szedje le a Tor böngészőt. Hát csak arra van időm, uram, de mondom, összük el a részletekben. Viszont bármilyen büntetés lesz, ragaszkodok hozzá, hogy vagy egy sheriff, vagy egy LSPD is ossza ki a büntetést, mert önöktől nem szeretném elfogadni. Jogomban áll megtagadni ezt, hogy önök büntetés írnak nekem, vagy esetleg börtönbe zárnak. Tiszta lelkű, tiszta kezű embereket tudom elfogadni csak. Magának tiszta a lára kell meg a keze. Hát nekem igen. Hát az kemény. Pedig ez hanyadik bankrablás, ez ijártó. Erre mi kívánok válaszolni? Hát, ne is már. Magának hanyadik killje van a héten? Hát, mivel én külföldön voltam, mondom egy jó hónapig, egyébként nem tudom, mire beszél. Én nem szoktam egyébként hobbi szinten embereket ölni, ha arra kíváncsi. Na ez is durva, hogy hobbinak nevezte, látja? Ez itt a problémám. Na, kurva élet, hogy hát kell nekem egy LSPD, és maguktól nem fogadok el semmit. Hát ez egy hobbi szinten, geci. Hát mert maguk azért hobbi szinten legyapaják a izé népet, nem? Mi senkinek az életére nem törtünk soha. De viszont az FBI-ról meg állandóan azt hírlik, hogy embereket dobálnak le a tetőről, meg állandóan eljár az újuk. Hát akkor ez most miért nem történt? Mert megadtuk magunkat, és egy feltetkező embert minek lőnének le, ugyebár. De bár hallottam már arról is, hogy volt olyan is, amikor az FBI úgy lelőtte az embert, hogy fel volt rakva a kez, és ordítozott, hogy megadja magát, mégis lett lőve. Ez képlen. Hát. Hát ez már annak az... Ez is városi legenda, ugyebár, nincs róla. Hát. Hogy mondta maga, testkamerás felvétel, ezért nem történt meg. Én mondom, itt a saját magam véleim, vagy saját magamról tudok izé, vagy érti, szóval... Én ilyenekről nem tudok. Most meg tudnád csinálni, levágják azt a kamerát, szépen fognak, megszurkálnak minket, azt elvisznek le az sülyeztőbe, és mintha meg se történt volna. Hát uram, maga, nem tudom, keressen fel egy orvos magának, nagyon nagy lelki problémái vannak. Hát én este tudok aludni, maga tud? Hát én hogy ne tudnék, uram. Na látja, ezért mondom, hogy pszichopata. Aki gyilkol és még tud is aludni, azt akkor az nagy bajok vannak. Hát kikérem magamnak ezt a hangnemet, most már fejezze be. Ez nem hangnem. Ezek komoly bizonyítékkal ellátott cselekmények. Hát tudom, akkor szedjes a bizonyítékait, amiket befestem. Hát ne haragudjon, már nem fogom lebuktatni azt az oldalt, ahonnan nézem ezeket az információkat. Vagy keresse a rendőrséget. Milyen önkormányzat, uram? Még az sincs a városban, bassza meg. Ezért mondom, hogy az FBI jelenleg megtehet bármit, mert nincs senki, aki ránézzen a kezükre. Figyelj, önnek letoklálni egy tiszta csekkéből, hogyha bántva érezte magát, vagy fenyegetve. Nem éreztem, meg lettem fenyegetve. Az, hogy maga viccelt, ezt honnan kellett volna tudjam?
Ha én azt hallom az FBI-ról, hogy ők embereket ölnek meg hobbiból, mint mondta a kollégája, mert miért ne, és maga közben megfenyeget engem azzal, hogy bicskát tesz a nyakamhoz, ne haragudjon, nem bántva éreztem magam, bántva voltam. Megfenyegetés az azt jelenti, hogy meg is történt dolog. Igen, tehát maga azt mondta, kihallgatás közepette, hogy ami komoly kell legyen, viccek nélkül, maga azt mondta, hogy előveszi a bicskát, és oda tartja a nyakamhoz. És maga azt mondta, hogy ez csak irónia. Most ne haragudj, azért nem egy irodalmi óránt vagyunk épp, egy kihallgatáson vagyunk, nem? Nem, uram? Egy kihallgatáson még nem irodalmi órát tanulunk, hogy kell ironizálni. Ez ilyen izé volt. Legközelebb inkább ne fordulnél elő, mert ha velem ez történik meg, akkor nem tudom, mik vannak még a háttérű másokkal, mik történnek meg? Mit vágnak hozzá a fejükhöz? Egy gyomron szurkálják, vagy mi? Jó, azért tegyük majd. Hát nem az, tehát most ezzel szórakozik, hogy kést tart a nyakamhoz? Hát uram, én nem tudok erről. Nekem maguk mellett az kéne legyen, hogy én biztonságban kéne érezzem magamat jelenleg. Ha maguk itt vannak, akkor semmi baj nem lehet. Hát azért álljunk már. Az közben meg maguk a baj jelenleg. A rúfasznak is van vége. Maga se egy átlagos polgár, aki dolgozik, adózik. Ez tény is való, hogy nem vagyok átlagos polgár, viszont... Valami egy kibaszott visszaeső bűnöző. Aki soha nem tör rá senkinek az életére, sem az egészségére. Úgy jár a bankokba, helyét nem járok annyit napi szinten a boltba, mint amennyi maga egy bankot elnyom egy nap. Nem tudom, miről beszél. Olvasom itt az aktáját, bankrablás, fegyveres bankrablás, boltrablás, túlszejtés, stb. Miről beszélünk? Jó, és akkor most olvassa fel a maga aktáit. Micsoda? Olvass el a maga aktáit. Ennyi, az összes jelentését minden akcióról, igen. Hányszor... Hát, olyan tiszta a lelkem, mint egy újszület. Na. Ha rólam van minden anyag, ha jöttem a rendvédelemnek jelentése kell legyen, minden egyes akcióról. Szeretném hallani, hogy az elmúlt 3 hónapban a jelentéseiben olvassa fel, hogy mik történtek, hogyan történtek, hogy önnek mi volt a szerepe abban az akcióban, mert biztos vagyok benne, hogyha az le lenne írva, ami nincsen, biztos vagyok benne, hogy nincsen, akkor hallanánk szép csodákat. Hát, nem tudom, hogy Bruce Willis vagyok, de abból, Én ezt tudom jó, hogy maguknak jelentést kéne írni minden rablásról, és nem teszik meg. Még egy LSPD nem teszi meg, az egy dolog, mert LSPD, egy FBI-nak ne legyen minden akcióról aktája. Hát nekünk kötelesek vagyunk minden után, minden akció után. Na, hát akkor biztos tudnám mesélni. Mondom, ezek az aktákat... Ha ezek az aktákat egy bíróságon elő lehet hívni, nem? Uram, vigye bíróságra... Ányja a faszom. Hát de minek, tehát van értelme? Van akta, vagy az is lehet dobva a tetőről? Bizalmas információk, bizalmas akták, uram, ez az FBI-on kívül. Ezt értem. A bíróság bármikor beidézheti, hogyha bizonyítékról van szó. Hát már az igazgatóság dolga, nem az enyém. Az abban nem tudom, hogy érdemes-e beleállni, hogyha egyáltalán van maguknak erről bármilyen bizonyítéka. Mert bizonyíték már visszamenőleg írták ezeket. Akkor azt mondja, hogy az FBI is cool. Hát ez szerintem nagyon szépen fogalmazott. Ez ilyen gyermetek fogalmazás, hogy korrupt. Hát jó, van uram. Egy legálisan működő terrorszervezet. Aha, értem. Így van. Ez jó. Majd ezt is írja már be az aktába. És elmondom önnek, hogy bármikor látom magukat az utcán, a seggem összeszorul azonnal a félelemtől. Hát uram, hát. Holott ugye az lenne a normális, hogy amikor az FBI itt van, akkor baj nem lehet. Pedig pont fordítva, amikor az FBI itt van, akkor van a baj. Mondom, lekerékítsük a dolgokat, maga se egy átlagos polgár. Nem, de viszont attól függetlenül... Akire tiszta a lelke, annak nem húzódik össze a segjük most, ér. Hogyne, hát ha azt hírlik önökről, hogy hidegvérű gyilkosok, hát hogyne húzódj össze, hát nem akarok meghalni. Tehát én, aki nem vagyok hajlandó, még annak érdekében sem ártani... Nagyon sokszor volt itt, hát haja száll, nem görbült, uram, hát tisztában vagyok maga, vagy azzal, hogy maga... Hát lehet, hogy ennek oka van, hogy velem semmi nem történt. Na, hát most, uram, egy hajszála meggörbült itt... Hát mert lehet, hogy biztos, hogy az én eltűnésem, az kérdéseket vetett volna fel, biztos.
és ezért nem tettek velem semmit. De az egy dolog, hogy én láttam videókat az interneten arról, hogy mit csinál az FBI. Jó, hát most az internet, uram, hát most az internet az... Sőt! Én maga is rajta volt az egyik, hát most nézem a tetoválásaid. Az a bal kezén az a tetoválás, ez elég emlékezetes. A halálfejjel. Igen. Igen. Sőt, az óra is megegyezik, akkor más ingbe voltál. Meg ne, hát, ilyen FIB is mellénbe volt. A ruhán, mint másik a izé. Maga is ott volt a tetőn. Én? Igen. Hát ez tök jó, hogy ez így kipattant az agyából. Nem pattant ki. Maga is egy hidegvérű gyilkos. De majd egy drogtesztet csináljunk már még az ugról, mert... Talán jó lesz. Kalapomat nem elmondom, hogy maga ott be van izé elkészve, mint annak a regye. Ne, teljesen józan vagyok. Ne próbálják az önök bűneit az én drogozásomra fogni. Hívok is még, egy orvost egyébként. Még minket nyugodtan jó tudnak büntetgetni megállás nélkül, addig önök bármit csinálhatnak, és nem jár el semmilyen megtorlás. De elutasítom az orvosi ellátást, hiába hívja ide. Jogom van áll megtagadni bármikor. De ez csak RP, Krisz. Ez RP, nyugodjál, tele. Kérhetnék... De ne hívjon ide, mert megtagadom, nem nyúlhat hozzám. Drogtesztet végezhetünk. Kéne nekem egy szakorvos az FBI-hoz, drogtesztet kéne csinálhatni itt két elkövetőn. Felnőtt emberként megtagadhatom ezt. Most azért vagyok drogos magunk szemében, mert elmondtam önökről az igazságot? Akkor elkezdem mesélni majd a mentősnek is. Szakorvost, aki drogtesztet... Úgy hívja a mentős, hogy neki is elmondok mindent. Drogtesztet kéne csinálhatni, uram. Megoldható? Az addiktológus nézi a streamed. Milyen addiktológus? Halló. De amúgy meg csak velem foglalkozik, hiszen az úr itt meg se szólalt egész végig. Hát ez a helyzet, nem én engedtelek, hogy erre meg kihív egy mentőt, amihez nem járulok hozzá. Ezt szerintem eléggé józanul beszélek. Az a probléma, hogy az igazságot mondom, vagy mi? Hajtsam én is le a fejem, és csinálják úgy, mintha minden szuper lenne. Az a kérdésem, hogy miért teszik ezt nekünk mondani? Hát meg kinek mondjam? Hát nincs önkormányzat, kinek mondjam? A felettes is pont ugyanolyan bűnös, mint bárki más. Kinek tudnak panaszkodni? Senki, én menjek az LSPD-hez, az FBI mit csinál? Körbenrehözvének. Na jó, itt a másik úr, az itt van egyébként, vagy? Hát ő biztos a beszédem ritmusára táncol, nem látja? Az urat, ezt itt tartjuk, jó, jön az orvos, vagy kivizsgálja, mert szerintem elég komoly pszichológiai... Én szívesen itt maradok arról. Ahova ért itt az úriember tűzés közel, nem csak a segjük, de még az agya is összehúzódott. Úgyhogy én meg addig itt kihallgatom a másik úriemberen. A kolléga azt meg szeretné jegyezni, hogy az úriember visszaeső bűnöző. Jó, azt tudom. Egy kicsit tudnánk várni. Persze. Akkor mindegy, inkább. Hát akkor folytassuk a kihallgatásra, mit mondtam már akkor... Nincs mit folytatni, befejeztem. Együthetünk a csekkérődnek, hogyha fenyegetve érezte magát. Én nem szálltam se konkrét viccnek, amit mondtam, bár ez ilyen izé volt. Nem utólag kell megbánni, a rendes csekket szeretném kérni. A csekk járért. Így van, amennyi jár normálisan. Hát közben nem szeretne nekem magyarázni még valamit, hogy... Nem szeretnék semmit. Ezt majd, hogyha előbb-utóbb lesz egy önkormányzat a városba, akkor majd ezt szeretném feljebb vinni. Hát most őszintén nem tudom, hogy tud ez ennél feljebb vinni. Hát most hiába ez magyarázok a Trigger Happy a felettesének. Őszintén ezt nem tudom most, hogy hiába van, hiába való-e, meg kell próbálni. Mit tudok mondani? Próbáltál esetleg beszélni a felettesünkkel? Az, ami a felettesek is tudnak az ilyenekről, amikről meséltem, hogy mi történik. Szóval, hogyha olyan emberhez még beszélni, ki tud róla, és mégsem tesz ellene semmit, ahhoz hiába még panaszkodni. Max megpróbálnak elhallgattatni, úgy, hogy nem szeretném. Sajnálom, de nem tudok ebbe beleavatkozni, én nem teszek ilyeneket. És látja maga kezdő állítólag. Nem régóta van itt, és már azzal viccelődik.
tehát ez az FBI-nak volt a szokások, majd a tapasztalatoknak, hogy mindig az ember életére tölnek, hogy azzal csikarják ki az információkat. Kész, mint egy terroristából. Figyelj, most de úgy gondoltam, hogy ez az életére csikarják. Értem, de hogy már kezdőként is magában benne van ez a hogy szokták ezt, hogy amikor úgy érzi, hogy a maga kezében van a hatalom, és bármit megtehet. És ez a probléma a legtöbb rendvédelmi sem megvan. Hogy bármit mondhat, bármit megtehet, mert nincsen úgyse következménye. Hát az egész az úgy jött ki a számom, hogy nem tudom, valami hozzászólást tett, hogy megfenyegette, vagy mit tudom én. Akkor ez nem kijön. Nem, azt mondta, hogy majd le fogja venni rólam a szemüveget. És ezt mondtam, hogy ez fenyegetésnek számít. Igen, igen, igen. És maga fogta, és idézőjelben viccből, azt mondta, hogy akkor az számít fenyegetésnek, hogyha maga kést tart a nyakamhoz. Szóta, vagy... És majd utána azt mondta, hogy csak irónia volt. Igen, igen, te a bizést. Így van. Tovább mondhatni, fokozta. Én emlékszek mindenre, tudja, hogy ha feljebb akarom vinni, akkor emlékezni kell mindenre. Hát, jópa, már megérkeztek a vettősök. Álljál meg, már egy kicsit. Főni, megálltam. Hát, veszed a másikat, én meg intézem az urat. De jó van. Amúgy eddig semmit nem mondott, azon kívül, hogy nem vettek részt, ők csak kosarazni akarták, de utánuk mentek. Ha nagyon nem működik együtt, akkor türön. Jaj, uram. Tudom, mit, minket is ledobnak a tetőről, vagy mi? Jó napot, uram. Ahogy is Isten őrizzen. Na, mi a baj? Az az egészben a probléma, hogy a szabályzatban az van megfogalmazva, hogy ezt csak a felsőként dolgozik. Az a nagyon lesz. Az a nagy szabás. Akkor megnézem még egyszer, hogyan van a folyamat, és én megcsinálom, de ha bajom lesz, akkor kell valaki. Hát miért most mi a probléma? Szép nap volt. Hello. Maga éppen gyilkosoknak dolgozik, ugye tudja? Elvilegben mi nem végezhetünk még, mert nem vagyunk tudja, olyan nagy rangban, hogy ilyeneket végezünk a drogteszt elviekben. Feleslegesen hívták bent, megtagadom az ellátást, illetve az úr csak azért hívott drogtesztre önöket, mert hogy olyanokat mondtam, ami nem tetszett neki, nem és ezt annak gondolta. Nem ragaszkodok hozzá egyébként. Hát de uram, hogyha nekünk tiltja a szabályzatunk, mi nem szekhetünk szabályt. Érted, hogy mi a... Ha az FBI gondol? Megkérje, akkor szekhet szabályt. Nem tudom, hogy tudja, így van. Hiszen ők az FBI. Kolléga, lehet szabályt szegni, mert az FBI kért minket meg. Hogyne, állalom a következményeket. Gyere, akkor végezz le. Bármi a probléma. Tudta, hogy az FBI embereket szokott ledobni a tetőről? Amikor nem adnak semmilyen információt? Nem tudtam róla, képzeljen ura. Akkor vegyél le a pólóját. Illetve sűrűn eljár a kezük, szeretnek lőni, meg életeket kioltani, amiután semmilyen megtorlás nincsen, és még... még jelentéseket se írnak az ilyen akció után. Tehát minden akció, ami után gyilkosság történt, arról sosincs jelentés. Most ne ragudjon, de most az, hogy az úriember ilyeneket mond, itt most ez az úriember... Van kábítószer. Szerinte ezért vagyok drogos. Tehát most állapíts te, mint orvos, jó, hogy artikuláltan beszélek, valaki... ugye? Drogos vagyok maga szerint? Ne, ránézést én nem mondanám. Most nem tudtam. De nyugodtan vizsgáljon ki. Nyugodtan vizsgáljon ki. Ezek a pupilláját ki van tágulva. A legdurvább drog, amihez nyúltam, ami amúgy csak államonként számít drognak, ebbe az állam, jól tudom, nem számít drognak, a fű. De az nem hiszem, hogy kihatással van a mentális dolgokra, de az orvos majd megmondja. Nem igaz, a cannabis. Hát be van nekizve, uram, hát látom rajta. Na, látja az FBI mennyire jó? Látásban megmondja, hogy gyekis vagyok. Az hogyne. Mindent na nyugodtan, hova? Feküdjek le valahova, uram? Nem kell, csak ide. Felfekszek itt az asztalra, nézze csak, legyen hivatalos. Jó, rendben, uram. Felletem? Ugye ez a nagy... Na, jöjj, csinálj, meg én meg mit saját lábomba esek mindjárt. Hát nem lehet, mindegy, akkor az földre. Jó, feküdjön, uram a földre. Leterítem a földre. Meg itt gyors közre kikapok a zsebemből egy gumikesztyűt. Jaj, bocsánat, uram. Közben ide jövök az úriemberhez. Előkapok a zsebemből egy zseblámpát. Belevilágítok az úrnak a szemébe. Ennyire. Jaj, de fényes. Áll. Az, hogy fényérzékeny vagyok, mert gyenge a... Ja, bocsánat, akkor... Ez azért meg ki van tágulva, mint a hol.
ura. Micsoda? Nem, csak hol? Régen boxoló voltam, és leszakadt az egyik retinám, és operáció után visszarakták. És, vagy operációval visszarakták, és azóta elég érzékeny. Mi az, a bajom vagyunk? Hát még amennyit beszél, nem is rálom. Bűntán beszélni, uram? Itt van már a pupilláját. Látja, hogyha maga is ennyit beszélne, akkor lehet, hogy nem lenne annyi... De kolléga, nem lenne annyi gyilkosság. Hogy miből állapítják meg itt ebből. Ha néha mondjuk beszélne lövöldözés helyett, akkor mennyivel jobb lenne? Hát, elvileg azért dolgozik az úr, mert igazság valamit elmesél. Tehát, hogy mit csinál az FBI. Hát jó, de hát azt most nem mentség a drog ellen, én nem vagyok a rendvédelem, én csak azért... Én raboltam bankot, vagy ő érti, ez a probléma. Hát... jó, akkor te most megcsinálod ezt végül, vagy tudod, hogy kell, vagy ugye? Nem igazán, hogy én megvizsgáltam pupillát, de a pupillát nem látszik. Nyugodtan végezzék el. Többször is használtam füvet. Jó, hát de akkor ezt ő bevallotta. Hát igen, de csak füvet. De ez fű. De a fű meg a drog az nem... Álljon fel, megkérem egy picit, uram. Igen? A fű az nem drog. Bocsánat, jöjjön egy picit elrébb, jó? Nézzen ide, megkérem, itt van egy elemlámpa, belevilágítok a... Ám a maga is, de jó. Már az úriam, már azt megcsináltam, csak az úriamban nem szeme érzékeny. Igen. Jó. Kérem, az választhat egy kezet, nyugodtan mindegy melyiket, adja ide az egyik kezét. Parancsolj, adom a balt, mert a jobb kell, mert az mindegy. Igen, az a szerszámművelő eszköz. Azzal írok alá a papírt. Lefertőtlenítem mindenek előtt, amelyelőtt a drogtesztet elvégeznénk, az fontos tudni, hogy nem hazudhat. Szóval a teszt az így is ki fogja mutatni bármi, hogyha van még pluszban a szervezetében. Jó, van, és tiszta sor. A füvet felvallotta, de hogyha az előtt azon kívül még van valami, azt is be kell lássam, a drogteszt is kimutatja. Szóval nem de az a kérdés, mi nincs? Nem tudom. Uram, és lehet, hogy nincs benne semmi most akkor ez. Az abban itt az úrnak, aki mellettem, az nem tetszik, hogy igazságot mondtam róla, az azt, hogy miért drogozok. Jó, ezt majd önök egymás közt megbeszélik, ez nem a mi dolgunk. Á, nincs mit, gyilkosokkal tárgyalni, minek? Lefertőtlenítem a kezét szépen, előveszek egy kisebb granult, veszünk egy pici vért. Jó, kollega, légy szíves, nyomom, figyeled, nyomom a... Mi a faszom ez a gészt, hogy ne vérezzen, ragazza, légy szíves, addig kiveszem a táskát. Amúgy szoktam járni a strip bárba, ott megesett, hogy van más is fönn kívül. Ja, kivételes, nem csak bankban járnak. Elcsepegtetek a drogtesztre. Hát de most akkor mi van, mi a baj a strip bárra? Hagyjon már végén, szálljon már le. Én is járok bankba, uram. Várunk egy kis kis. Nem, és a strip bárról volt szó. És honnan tudja, hogy már nem voltam úgy előző eddig. Csak még nem voltam mentős, most ezt nem tudhatja az úr. Na jó, ebben nem menjünk bele, mert nem akarok hízi buktázni, jó? Hát én se, csak most ez eldöntött a kérdések maga, most maga védi ezt a bűnözőt? Én nem mondtam, hogy valakit védek, csak... Hát végülis ő orvos, az a dolga. Hát, de nem így véd. Kollega? Bocsánat, igen. Nem kollega, hanem ön, uram. Mi hívhatszogottam kollégának, szóval. A füvön kívül... Várjon, még hát még nem mondtam anyag. Én. Aha, mondtam, hogy jó. Szoktam járni a strip bárba, ott megesett, hogy becsúszik más, és csak nem ismerni az. Érdekes, hogy a vérében találtam 380 mg metamfetamin. Hú, az anyám, ott amelyben van ekizve. 380 mg? Hát annyi volt, igen. Na hát akkor az tök jó, ahhoz képest, hogy mennyit cuccozunk a strip bárba. De bejönnek a magyar gárba. Már megint nem tartozik, ez ott van a nem, az csak, hogy meglepődtem, hogy csak ennyi. Várjon, hoppá, megvárjuk, hogy még a többi is jön ki, ugye, mert ez egy picit lassabban működik. Csak nyugodtan. Felhoztam, hogy a metamfetamin... Évek óta benne vagy a szakmába, kiszagolom az ekiseket, csak mondom. Kiszagolod te? De mégis be vagy ekizve, látod. Be vagy ekizve. Még jó, hogy nektek a mellényt nem kell felszívni. Ú, de erős. Mi ez a jó mentőid, a tudaim? Ki szereti itt a mentát ennyire? Kokain pozitív. Valaki nagyon szereti itt a mentát, esküszöm, mert érzem a mentőiratot. Alkohol az nem. Igen, nem értek hozzá, Joker, megmondom az őszintét. Hát ez nagyon lassú ez a rendszer, ne haragudjon. Jaj, nem, de figyelj, itt arról volt szó, hogy jelenleg én bármilyen drog hatása alatt vagyok, ami befolyásolja. Sajnálom, nem csak én vagyok drog hatása alatt azért. Ma már a másikat. Nem látták.
uram. Nem, ezt gondolj be, nem droghatás, hanem ez benne marad a vérben. Tudni, hát ezt tisztán vagyok vele, persze. Vegyünk csak egy sima füvet, ugye azt a fogyasztása után főleg egy kezdőni, na most, hogyha önök nem kezdők, akkor az reggeltől este benne van. Valaki adjon nekem folyadékot, gyorsan folyadékot. Ne, aktív kannabis használó, és hétvégén te a streetbarba is, amit... Mit? De figyelj, hogy vágja az FBI-os, hogy mikről van szó? Figyeld már, ő is tolja biztos. Ellenőrizze már le az úrnak is a vérét, kíváncsi lennék, mit ért ki ez a rendszer. Nyugodtan, még fizetek is érte, ha benne valami. No. Könnyen beszélsz, mert mellé nem kell felszívni. Azt, amit akartam, hogy mondták, hogy akkor mindig be van lőve, hát nem az a válasz, hanem csak egy átlagos hűet, hogyha veszünk, az hopp, 6 hónapja veszünk. Bocsánat. Szóval visszamenőleg 6 hónapra is ki tudja mutatni simán egy teszt, hogyha van a fű, hogyha volt használva fű, és hogyha használt füvet az úriember. De az a most hiába kérdezem meg tőle, hogy mikor fogyasztott utoljára, azt mondja, Max tegnap este elszítom, hogy én elmondok mindent. Benne van az eki, hogy... Én megmondom, őszintén tegyék egy izi... Jó, én nem szólok bele igazából. Ki belőle az eki. Megkérdezte? Megkérdezte? Én nem szólok bele, mert hát az ebben sem nem kérdezett semmit. Eddig se volt őszinte, akkor most mit vár, hogy jó, még hát nyilván nem ismeri el, hogy embereket dobnak le a tetőről, én sem ismerném. De adja, megkérem szépen megint az egyik kalját, hogy beadok hát ezt, hogy erre a szervezet reagál, akkor nem kevesebb, mint 24 óra. Hány milligramot is mondott a metamfetaminből? 380. 380. Parancsoljon. Ez, hogyha hat a szervezetre, hopp, aha. Hát hat a szervezetre, úgyhogy az utóbbi 24 órában használ. Ez a szer, ez most egy picit használni fog. Jaj, ezt én bekaptam múltkor, oda múlt képzelje, ezt is meg. De fejfájás, fülzúgás, esetleg ilyen különböző színek, képek jelenhetnek. Hát 3D szemüveg lenne rajtam, kurva élet. Így igen, de hát ez mindjárt el fog múlni. És azt a de jó, tudsz, ebből kaphatnék olyan... még? Nem, ez effektív egy függőség elleni szer. Akkor azt mondja, hogy zúr, kábítószer függő. Hát, hogyha hat a szervezetre, ez a... Hát összesen, mint izé. Dolog, akkor függő, igen. Hát idézze be, mi számít függőségnek? Az a baj, ez attól függ, milyen rendszer figyelünk. Jaj. Jobban van, érezi, hogy megy ki a hatása? Én, haj, mindent érzek. Mondják, itt az úr az kemény kábítószer, izé függő. Igen. Fű, na ugye. Szakmai tapasztalat. Na de jelenleg hatással volt rám a kábítószer? Vagy csak a véremben volt? Hát ez a vérében Kolumbiát volt, az hatásban van, ez tönérzi hatással az van, a drogmennyiség, ami benne van a szervezetében. Akkor végül is tényleg akkor csak azt csak beképzeltem, hogy kést akar tartani az egyik ember anyagomhoz. Hát szerintem azt ugye? Is hát hogyha képzelődik, na akkor van. Pszichiátriára is. Nem képzelődtem, csak erre tudja rá elfogni az FBI, hát ezt mondom. Hát tudnál esetleg alaposabb megvizsgálni. Ezt mondja, az FBI mindent el tud vágni, minden szállat. Azt mondják, hogy mi terroristák, meg itt a kollégám leakadt. Igen, legálisan. Legálisan dolgozó terroristák. Olyanokat flash-el, doktor úr, hogy Miskolcon van. Van pszichológus, most jelenleg köztünk, hello. Hát, no, szórakoznak a város velem? Legkeményebb pszichológusát. Kollega, légy szív, jaj, neked nincs engedett felire. Nincs. Bassza meg. Van 6 hívás. És maguk szórakoznak velem, most akkor majd Seattle-ra akarnak küldeni? Ahogy nem. Az baj. Meg lehet, elmegyünk. Ebben tényleg nem tudunk sejteni, mert nincs hát kiképzésen. Akkor őt neki meg papot hívjak, mert sorozatgyilkos. Tudnál valami bizonyítékot adni, hogy ez úgy van? Persze, úgy, persze írok egy protokollt. Igen, egy jelentést gyorsan. Írjon már, uram, mert az kéne az aktában. Na látja, mi a mentős sok jól végzik a dolgok, ők írnak jelentést, nem mint te. Ja, most kiengedte meg, hogy tegeződjük. Hát mindjárt a főpofot. Hát gyilkosokat? Szerintem úgy lehet beszélni, ahogy az ember akarja. Csak azért, mert rájuk van az, hogy igen, még elvonóra menjél, már elintézlek. Igen? Engem is megölsz, mint a többi szerencsétlen? Nem úgy, nem megküldelek elvonóra. A legend just cried. Köszi szépen! A szubot. Lenne szükségem. Na, mondja. Kellene nekem egy dokumentum, egy papír, hogy írjam meg, mert elfelejtettem a táskámba tenni. Lefutok, én lefutok. Hallod, Léci, szép napod legyen. Jaj, ez nektek szólt? Nem. Akkor eszek már itt egy... Azt hittem megjött a megmentő, de nem. Micsoda? Hadd szívja már fel a kaja, ugye a függőségem. Azt hittem, hogy a mi rádiónkon szóltak be, mert ketten vagyunk, és van vagy 6 hívás. Hát jó, most csak egyedül lesz, mondom a kolléga, mert én már megyek lassan fejbe dolgozni. Ja, hogy te mész el? Igen. Az anyámat passzom. Akkor vigyél már pszichiátriára, Léci. Hadd pusztulj a férgese. Jó, bevisszük az adat.
Milyen sziátria, bassza meg? Hát én nem tudok egyedül kimenni mindenhova. Visszaöltözhetek? Hát, beviszik uram a izéhez. Hát jó, de ott van diktafon a táskámba. Ja, visszaveti a felsőjét, persze. Köszönöm. Mondj egy beszikarusz. Szerencsi számot kérek. 191. A mentőstől. De meg tudod nézni. 9. Nem kaptam meg. Nem baj, főnököm, majd egyszer lesz önkormányzat a város, majd találkozunk a bíróságon. Az igen. Úgy legyen, uram, úgy legyen. De jó lesz látni, hogy megfosztanak a rangottól. Ajjaj. És megszégyentetek országvilágláttára. Nyomtasz valamit. Egyedül a kezdő urat sajnálom. A vezeték nevét, meg a nevét szeretném elképzelni. Nekem Greg Sawyer. Nem, a páciensnek. A páciens, Dániel Szijjártó. Figyelj már, majd én bemutatkozok magamtól, jó? Ja. Azt hittem a segítségre szorul, uram, mert be van ekizben. Így van, eki, drog, mindenféle. Hanyadika van ma, bocsánat? Uram, 25. Jó, van, hát 10 év, nem tudok odafigyelni mindenre. És a haverom hol van? Mi van vele? Őt elegettük. És valahol a városba járkál. Nem a levegőbe. A levegőbe, igen. Jó, biztos? Biztos még az FBI-ra, azt megtalálom ott szűnyekként? Hát én nem fogok magyarázkodni az anyám. Hát tudom, hogy szíve szerint már kidobott volna a gecibe, ezzel tisztában vagyok, nem, hogy azt higgyen, nem? Ó, Isten, láss a lelkem, én ilyeneket csinálok. Mi gondolatba se. Hát gondolatba szerintem én már kétszer voltam darabokba a szem előtt. Fú, de hogy ez hogy el van? Na hát... Uram, hogy el van ez komplikálva, basszátok meg, de várjál, mert muszáj így egyik kollégámmal is, talán hárman vagyunk. Hát nagyon nem igazán. Elérhető mentős van, hogyha a páciens tud várni negyed órát. Van róla videód, Lévius? Hát azért nem gondoltam, hogy ilyen hosszú kaland elé nézünk majd nap folyamán. Én se gondoltam, csak az hát, a baj, hogy meg vannak írva ezek a cuccok, csak most be kell írjam magamnak, mert szarul van megírva. Kiderül itt az igazság, az a baj, az új ember... Az a baj, hogy kiderül az igazság, akkor maga nem lenne FBI-es. Én bocsánat, véletlen volt. Nára úgy. Semmi gondolom. Idegrángás, uram, a kábítószer hatása. Meg se lett. Jó, maradj el, menj. És akkor most az, hogy én az ünnep életemben mostam, akkor én is idegrángásos mentős vagyok. Jó van. Magával is lehet elbeszélgetni. Nincs. Hát, az FBI-ja is akkor ennyire most... Jó, csak kérdés, az FBI-ja, aki beszélgetne. Az FBI-nak kell drogtesztet csinálni, a kollega is van, nem tud tovább menni, nem tudom semmi. Jó. Menne, dolga van egyébként. Tessék jönni. Hajja, FBI-os úr. Hogy mondtad, Greg Sawyer, vagy mi a neved? Igen, Greg Sawyer. Az úr. Én kihez mehetek annak érdekében, mondjuk te veled kapcsolatban panaszkodjak? Van olyan ember? Hogy be? És hogy, ki az az igazgatóság? Hát... Tehát ha nem adsz egyértelmű irányítást ahhoz, hogy hova kell menjek, akkor korruptok vagytok. Egyértelműen. Én pontos információt szeretnék kérni, akár papírban leírva, hogy kit kell keresek ahhoz, hogy mondjuk te, vagy a kedves kollégád... Ja, Tommy Seeger. Ő is keresse meg, ő a... Még egyszer, kicsoda? Tommy Seeger. Tommy Seeger? Yes. Jó van. Reméljük, hogy nem valami családtag, vagy valami ilyesmi. Köszönjük. Itt vagyok, itt van, csak nem mindig. Megkérném, hogy jó, menjen ki a kiallgatók. Menjen nyugodtan, mert még azt hiszik, hogy itt izé... Túlsosan végez engem. Hát azért menjen ki. Hát hogy mondta, hogy, a kollégám is, hogy kidob téged, meg ilyenek elvisz repülni, stb. Milyen világban élik? Atya világ. Biztos ő is fent volt azon az oldalon, ahol én is. Látta ő is, hogy miket csináltok. Lehet, hogy én is, a kollégám is megütött engem, akkor ő is dolgozott, de ért, hogy én mire akarok kívánni. Az állandó fenyegetések csak azért, hogy kinyerjétek az információt az emberekből. Folyamatos életvetelés. Még... Az a baj, hogy nem tudom, hogy maga tisztában van azzal, hogy az emberek beszélnek. Tehát, hogy azzal, hogy attól, hogy maga az FBI... Azt mondja, hogy személyesen engem, én ilyeneket csinálom. Itt mindenki. Egyedül tudja, ki a kivétel. Dolgozott itt egy hölgy régebben.
Abigail. Na ő! Ő azt kell mondjam, szigorú, de legalább nem gyilkos. De az ebben a férfi tagjairól hírlik, hogy állandóan az életére törnek az elkövetőknek. Hát ha nekem binám lenne, akkor nekem is kedveskedne, most tudom, náragudjam meg. Ha ilyen lenne, nőtől függetlenül Andrew Tate tanított engem is, szóval nyugodjon meg, hogy simán a porba tiprom magát akkor is, ha nő lenne, hogyha ilyen. Andrew Tate, azt mondta? Andrew Tate. Aki szerint mindenki egyenlő. Remélem, hogy jól lett, nézzék át, megkérem, mert tényleg itt ez most a faszom ki lett ezzel a papírozással. Hányan számra adjam FBI-osnak úrnak? 236. Na, megkérem, olvassa át ezt a dolgot, hogyha jó vagy megfelelő, ha valami hiányzik, akkor kompletálom. Jó van, azt hagyjad. Nem tudok. Én odaírtam bele, amit kiadott pozitívnak. Aha, mi történt, stabilis. Hol, hányadikán, itt effektív minden benne van, ami... Adna egy ilyen gyógyszert ennek az úriembernek is, csak egy kíváncsiságból. Amikben is fizetek. Ezt csak úgy nem tehetem meg. Jó, bármiben esetleg még segíthetek? Persze. Ha nem, ennyi uram, köszönjük szépen. Jó, menekítsen meg ezektől, mert szerintem ezt még el fogják húzni a torkomat, amely napjában. Nem kell bajba keveredni, és akkor nem fognak kötekedni. Hát de az a baj, hogy mindig ezzel szórakoznak. A baj már megszeretnénk, uram. Hogyha neki kell egy információ, akkor hajlandóak elmenni, addig, hogy még az emberek családját is megfenyegetik. Hát de azért FBI. Bocsánat. Hát nem az FBI. Én nem védem, most ne értsük egymásfére, én nem védem se a rendvédelmet, se senkit, de effektív tudomásom szerint az FBI-nak az maga a dolga, hogy nyomozzon, és ő felkutatja a halottat a földből is. Ez így igaz. Tehát szépen mondva, a szövetségi nyomozó iroda. Figyelj, én akárhol néztem ezt, vagy azért foglalkozik ezzel, hogyha meg kell védeni magam, akkor meg tudjam védeni magam. Sehol nem írja azt, hogy az FBI-nak jogában áll ahhoz, nyilván hivatalosan, tehát hivatalos dolgokról beszélünk, hogy bárkinek is az életére törjön. Erre tudom, hogy hirtelen mit eszembe a neve az, az egységnek, hogy hogy hívják azok, akik ezt megcsinálhatják. Ebben nem megyünk az FBI. Az úr előre tárítva, de nem, ők csak azt hiszik, tartozik, hogy megtehetnek mindent. De az úr egyébként egy brutálisan visszaeső bűnöző, kábítószer. De én nem vagyok ügyvéd most, nekem nem kell. Azért mondom, hogy én mit magyarázkodsz akkor? Én megsegítettem, te is visszaeső bűnöző, tudtam, vagy csak te legálisan vagy bűnöző? Na jó, uram, köszönjük szépen a munkáját. Utánom rengeteg a munka, sokan halnak meg. Nagyon szépen. Viszont, ha valami esetleg még kell, akkor... Telefonszámot tudna adni, hogyha nem hívom fél óra múlva, akkor jöjjön már kaparon össze az FBI-jel. 911-es. Így van. Ott megkap. Én vagyok egyedül jelenleg szolgálatban. Jó, majd próbálj már összegégeszteni valahogy. Rendben. Minden jót, viszontlátás. Jó, van, viszontlátás. Gyere, jó, ez be van zárva, bazdmeg. Na jó, van, uram, hát ez elég. Bocsánat a kifejezési. Na de viszont ragaszkodok ahhoz, hogy hívni egy LSPD-s vagy egy serifet, aki vagy bevisz a börtönbe, vagy csekket ad. Ja, hát ez nem szeretett szolgál, ez uram. Nem, egyszerűen maguk annyira, hogy mondjam, szépen, nem akarom megsérteni. Tehát olyan sorozatgyilkosoktól, bűnözőktől, akik legálisan végzik ezt a tevékenységet, nem fogadok el semmilyen csekket, se semmit. Mert akkor még én is véres leszek a végén. Akkor az úr bankrabláson vett részt? Nem. Menekültem a rendvédelem elől. De miért menekül? Mert indultunk a Veszpucsi parthoz kosarazni. A 2,2 literes Amerikába? Még szép! Hát az Arcadius mellett megyünk el! Hát magának mi szükség van a pisztolyra, ha még hát fél órával azt állította, hogy jön, és bántott senkit, nem is áll szándékában, magának tisztelt. Önvédelemből bárkinek 18-ot betöltött, bárkinek lehet önvédelemből fegyver, nem vicceljen már. Nyilván lesz nálam fegyver egy ilyen veszélyes környéken. Amúgy adják már vissza, mert nincs kedvem még egyszer kiváltani az összes adataimat. Mennyi lőszer mennyiség volt magának? 21 volt hát nálam. A kollégától 5 várat kaptam. Aha. Tudom, hogy hát jó, de ők össze-vissza dobálják a zsebünkbe. Ja. Nálam 21 volt. De jó, uram, hát ez külön-külön illegális, ez tisztában van vele. Micsoda? Ez 51 lőszer mennyiség. Hát de tudja egy picit, de tőlem annyit vettek el? Há persze, hát ez 21 lett elvéve, de vicceljen már. Tessék. Most kiadtam, neked kiadtad a bizonyítékban. Hát...
Valamelyik LSP-t is, mert tudom, melyik. Hát de nem csak úgy odabaszták ezekbe, hanem rendesen beletették. De hogy nem ezek azt csinálják, kiszednek mindenkit, azt a nap végén meg bedobálnak mindent a tárolóba. Hát akkor majd átesszük, hogy szia, tud Dániel, azt akkor mehet a lefoglalt tárgyakba. Nem van. Amúgy meg azért menekültem, a rendvédelemre, mert ha maga mögött, maga civil, mondjuk ezt nem tudja elképzelni magát civilbe szerintem, ami maga civilként megy, megy éppen kosar az is, hirtelen felbukott egy heli, és hat rendőrautó maga mögött, hát ne haragudjon. Hát akkor félre kéne húzott, nem? Hát ne haragudjon, én annyira megijedtem, hogy nem ez volt az első gondolat, mondjuk, hogy mi az, ha azt csináltam megint. Maga mindig megijed egyébként, az azért. Hát miért ne ijednék meg? Hát maga nem ijedne meg? Hát főleg, hogyha olyan emberekről van szó, mint maga is. Nem most, ha szirénáznak, félrehúzódok, azt max. Engem akarnak, megizik. Kiszállítanak. Most mi baj, baj lehet belőle? Hát nem ez lenne az első alkalom, hogyha mondjuk valamit rám sóznak úgy, hogy nem is követtem el, érti? Akkor maga mit keresett a bank környékén? Ezt nem értem ezt a kérdést. Hát a belvárosba. Mit kerestem a belvárosba? Így van, a bank környékén, ahol mi egyébként le van zárva. 350 méteres körzeten belül. Hát most az a baj, most én mondhatok magának szerintem bármit. Úgyse fogja elfogadni, akkor nem mindegy. Kocsikáztam. Eszembe jutott haverral, mit szólnánk, hogyha kipróbálnánk az új kosárpályát, amit építettek a Veszpucsira. Elindultunk, azt időközben meg összekevertek minket az elkövetőkkel, gondolom. Azt hirtelen, mivel ugye az elkövetőket elvesztették kb. 10 másodperc alatt, minket szerencsétlenek, akik faltól falig mennek. Voltam. Hát ez bárki számára megvásárolható dolog, szóval. Ja, igaz. Jó, van, az beszik a rossz. Bizonyíték van maga ellen, úgyhogy... És de maga ellen meg semmi lehet, ez a probléma. Az előletét nézem, hogy visszaeső bűnöző maga szeret bankokba járkálni. Elég sűrű. Hát igen, hitelt azt rendezni kell, tudja. Azt gondolom. Ne aggódjon, hogy ha én bíróságra kerülök, akkor maga is. Na, és legyen meg a jelentése ura. Minden akciójáról. Úgy legyen. Na jó, hát akkor... Kérdezzek még valamit. Kábítószereket felesleges. Említett az előbb, hogy a Vanilla Unicornisba szokott izé... Persze. ...partizgatni. Meg ki nem? Ott szokott kábítószerhez jutni. Azon belül tud személyt mondani, aki kábítószert árulott azon belül. Ha tudnék, sem mondanék, mert nem vagyok ilyen nem köpködő van. Ember, tudja. Yeah. Tudom, hogy ezek, önök ezt a szót nem ismerik. Erre, bármilyen teltek. Bűnszervezőbe tartozik. Lelkes civilek közé tartozok. Yeah. Ha az bűnözőknek számítanak, akkor... Bármilyen más lelkes civilek, akik nem hagyják magukat elnyomni. Nyomozásunkat megkönnyíti, előre segíti. Maguk számára nincs. Ha az LSPD hallgatnak ki, akkor mondanám ezzel. Hát akkor az úr ellen a vádak az illegális fegyverbirtoklás. Pár egyébként. Nem illegális, pisztoly volt. Egy pillanatot hát, kérek, hogy visszanézek valamit. Függően illegális. Kolléga, egy pillanatot így. Visszanézek így valamit. Na jó van. A bankrablás, ami elég erős bizonyítéke van, mert az... Hát esetleg gyanú. Nem hát, egyértelmű szerintem. Ember, mindjárt nézze a fedélzeti kamerát, azon belül kábítószerről le is beszéljünk, meg az, hogy teljesen nem együttműködő... Nem együttműködő, állítan, hát... De... Hát itt vagyok magukkal, hogy három órája, ne vicceljen majd, nem együttműködő. Fél órája azt magyarázza, hogy izé, mi a terroristák, amik megírtjuk a népet, meg velem nem kommunikál, csak az LSPD-vel, meg a sheriff. Velem csak azért nem csinálják meg, mert tudják, hogy járna a szám. Ahogy is. Tehetek én arra, hogy ne járjon még... a száját többen. Na látja? Ezt is felvette a diktafon. Hát, uram. Van izé ragasztó szalagunk elég erős, érti száját. Aha. Az a vész, mindkét lehet tudjuk, hogy nem erre gondolt. De mondjuk az el akar vinni izé... engem is repülni, vagy mi? Nem, de az úr, megkérem, hogy itt a mazgból ugorjunk már ki meg a sapkával. Nem tudom, hogy maga ügyvéd, vagy esetleg bármilyen joga van az, hogy felvétel készítsen. Ha a saját magam védelméről van szó, igen. Tisztában vagyok a saját jogaimmal, igen. Értem. Eljárás alatt
mennie kell vagy maguk részéről, vagy az én részemről valami, ami felvesz az egészet. Mivel magukban nem bízok, hogy itt fel van véve bármi, és ezért nálam megy a diktafon. Videót nem vesz, de hangot igen. És ez bejelentette a kihallgatás előtt? Ha bejelenteném, akkor most megpróbálnák elvenni tőlem. Hát így el is fogjuk kobozni, uram. Abba biztos lehet, hogy nem. Hát, 53 lőszek, akkor igen. 53-ot. De nem, arról van-e bizonyíték, hogy tőlem 53-ot vettek el. Azt értem, hogy ön 53-ot kapott, és ezt nem is állítottam, hogy maga nem kapott 53-ot. Jó, van uram, a diktafont azt vegyük ki, jó? Nem. Nem jelentett uram, be a kiallgatás, hogy maga szeretné. A hozzám ér? Így testi akkor... kényszer fogok alkalmazni, nem hajlandó. Én is. Idadni. Nem fogom odaadni. Ez az egészségi állapotom érdekében van. Nem fogom odaadni. Ez annak érdekében kell, hogy maguk végre egyszer megkapják, ami maguknak jár. Még egyszer mondom az úrnak, hogy felszólítom, hogy adját hanganyagot készítő eszközt, vagy ha nem, akkor el fogom testi kényszerre venni. Miért fél, uram? Fél? Vallja be. Azért akarja elvenni, mert tudja, hogy igazam van. Na figyelj, ha azzal, hogy elveszi, aláír mindent. És attól függetlenül... Mivel maga azt nem jelentette be, meg alapból meg se tehet. Hozzám ne érjen, uram. Hát, uram, azt nem maga fogja megmondani. Ezt a diktafon még nem látja egy ügy... Akkor hívjon ügyvédet. Egy ügyvédet szeretnék kérni. Mert már ügy, már kihallgatás végén vagyunk, uram. Úgyhogy... Nem, még nincs vége. Akkor van vége, amikor megkaptam a büntetésem. Hajlandó átvenni, vagy elvegyem, uram? Nem, egy ügyvédet szeretnék kérni most azonnal. Jó, akkor elveszünk. Kényszerű eszköz fogok alkalmazni. Mit csinál maga? Normális? Jó. Az igen. Nyugatod a személy elleni erőszak. Korrupt gecik. Átérek az úrnak a gyakára. Azok vagytok, korrupt gecik vagytok. Átrúzom bal és jobb kezét. Gyilkos terroristák. Számattól még van, ne feledd. Így van, uram. Fogom az úrnak, éppen veszem a sapkáját, szemüvegé. Az egész városli tudni fog rólatok. Leszedem magáról a bűncset. Mondjuk újat úgy sem fognak hallani. Egyesítem egy szilikon bilincsre. Közben szépen volt, és leveszem az úriember a bal cipőjét. Kifűzöm a cipőfűzét jobb oldalt is. Kibújtatom belőle, leveszem az okniára, belerakom a cipőbe, ide félre rakom oldalról. Most mit csinál, uram? Hát elkezdem levetkőztetni, uram, se pucérre. Megkértem háromszor, hogy adja ide a diktafon, nem adta ide. De miért kéri el? Tehát bűnösnek érzi magát, azért nem akarja megtudni. Nem akarja, nem akarja, hogy bíróság elé vigyen magát. Maga gyilkos terrorista, egy utolsó senki. Cipőjéből is bújjon ki, jó uram. Az új srácot sajnálom, csak hogy egy ilyen szervezethez jött dolgozni. A vinnadrágát is húzom. Leveszem szép oldalosan, kibújtatom, ledobom oda a földre, a karóráját, illetve bal oldalt a karkötőjét is leveszem, ledobom oda a földre. Innen nem megyek, ameddig nem egy felettesít, vagy egy ügyvédet nem hoz. Akivel átnézhetjük a diktafon felvételt. Értem, uram. Vegye le. Mit? A karóráját, meg a karkötőt, illetve a szemekből is kisegítem az úriember, meg a sapkájából is. A sogatyájában van, vagy esetleg azt megmondja, hogy hol van. A táskámban van, de azt hiszem elmondtam az elején is, de látom, nem figyel, mert annyira fél attól, hogy lebukik, hogy nem tud gondolkozni tisztán. Azt mondta, uram, hogy nem adj ide, hát most. Azt, hogy nem adom oda, előtte mondtam, hogy a hátizsákomban van. Egy másodperc a boxerének a gumiát előre húzom, belenézek elől, hátul. Tiszta esetleg. Tessék? Tiszta esetleg. Mi tiszta? Hát belenéztem a boxerbe. Tiszta vagy nem tiszta? Maga mit csinál, uram? Most szexuálisan? Tiszta vagy nem tiszta? Maga mit csinál? Uram, vegyem már vissza magából, ne haragudjon. De most tiszta vagy nem tiszta? Mondtam már. Tiszta vagy nem tiszta? Mi az alsó gatyám? Hát igen, van benne valami. Hát mi maga az anyám? Hát de most van benne valami, vagy nincs. Igen, a faszom! Jó, uram, akkor tiszta. Kigombolom a földön lévő táskát, vagy kicipzározom.
kiveszem belőle a diktafon. Abba a diktafonban nincs kazetta, a másik diktafonban van, ezt fogom leerpézni. Kerülni esetleg, ha szeretnél visszaigényelni, akkor vissza tud jönni, aztán visszaigényelni. Micsodát? Hát a diktafon. Értem, jó. Visszaöltözhetek? Nem, mert bilincs van magánál. Azt majd a ruháját betesszük egy szatyorba, aztán leviszem maga után, uram. Uram, nem uram, kéne megfázni azért. Kis produkciója miatt elég vastagos lesz a csekk egyébként. És figyeljen, az a legkisebb, tudja? Az mondjuk, hogy maguk előbb-utóbb, és maga inkább, mert az új srácot nem akarom bántani, de maga remélem előbb-utóbb az utcán végzi. Én? Igen. Jó van, uram. Elfogadom a véleményét. Ez nem vélemény. Csak az, hogy bármit megtehet. Magasan kitöltöm a csekkimet. És ezért semmilyen megtorlást nem kap soha. Sőt, még megpacsizzák magát, hogy jól csinálta. Ezzel mondom, hogy korrupt a rendszer. Ilyen eljárásban még soha nem volt részem. Mindenki normálisan csinálja a dolgát, maga az egyetlen, aki ennyire fosik. Hogy utolérje a sorsa. Még utol fog előbb-utóbb. Rendes a nem. 50 ezer. Ne legyen rendes. Egy bűnözőtől nem lehet ilyesmit elvárni. Nem, a táskámnak az egyik zsebében van a másik diktafon. És amúgy ez a, le van írva valahol, hogy nem lehet felvenni a kihallgatást? Persze, uram, le van írva. Na akkor mutassa már meg, kérem hát szépen. Mint a csekke, kinyitom az úrnak boxerjét, beleteszem. Na, van még kérdésem? Persze, mutassa meg azt, hogy hol van leírva, vagy nem vettem fel a kihallgatást. A saját ja, magam hát érdekében. Ez... Na, no, nem tudja tán. Ez... Jó, hogy ez is belsős nem info. Lehet. Hát, uram, itt maga ilyeneket nem tehet. Meg max én nem, még az hogy... egyetlen ember, aki ezt megtehet. Hogy nem kérdezhetem meg, hogy mihez van jogom? Nem. Hogy mik azok az extra jogok, amikkel élhetek? Nincsen joga a kihallgatást felvenni. Úgy, az, hát magának arra van. De jog, miért megeg makog? Mondja el, hogy hol van leírva az, hogy én nem vehetem fel. Tehát egy olyan cég esetében, akiről hírlik az, hogy olyan dolgokat csinálnak, amit nem kellene. Tehát én a saját magam egészsége érdekében nem vehetem fel azt, hogy mi történik és hogyan beszélnek velem éppen. Saját egészségért be van kápszerezve, uram. Akkor figyelj már, ha a bíróságon majd le fogom tudni hívni ezt a videót, hogy addigra mire kimegyünk hát ki, lefogja törölni a videót, mi? Én? Ő már lebukja, tudja folytatni a bűnöző életet. Amiért óránként fizetést kap, milyen durva már. Hát, uram. Na jó. Elfogadom a véleményét. Szép estét, uraim. Jó napon. A ruhámat hozza? Persze, hozzuk, uram. Nem hallottam, hogy felvett a zacskót, ami a ruhám volt. A kolléga betenné a táskájába az úrnak a ruháját, ezt táskával együtt leg. Á, nem, hagyja, majd lehozom én. Nem, Chip, táskában. De most hozzák? Nem fog még többet várni magukra. Nem kell várni, ilyen bevezetem. De hozzák már a ruhámat. Hát lehozzuk, nyugodjon már meg, mit idegeskedik. Hogy ne idegeskednék ilyenek után? Hát ne idegeskedjen, uram. Gyilkos. Simán kinézem azt is belőle. Megvárja a ruháját, amíg visszamegyek érte. Hát nyilvánvalóan. Ja, akkor jöjjön. Csak az FBI épületén kívül. Figyeljen már, megengedné, hogy a fűtésben legyek, ameddig mesztelen vagyok? Köszönöm. Hogy ennyi joga sincs már az embernek maguknál? Már kivezettem, uram, mert vezetőszárra van, az a probléma. Szánalmas. Veszem a vezetőszárat, a bilincsről visszakoztam az ömbre, illetve velük. Vigyázzon magára, Dániel. Hozza a ruhámat.
Ja, hozzuk, pillanat. Naa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 a
Nézzétek meg a nézőlistába. Itt van, azt hiszem valami Greg a neve. Szokott nézni streameket.